a tiszadobi önkéntes tűzoltók, a tarpai szakemberek és a geszterédi csapat is lelkesen készült a szombati megmérettetésre. Sok más csapat mellett ők is részt vettek az önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók megyei versenyén. A közel 100 éves múltra visszatekintő esemény egyik legfontosabb célja a hagyományok ápolása. Az életnek igazából értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Azt hiszem, hogy aki a tűzoltósággal, illetve azzal a tevékenységgel foglalkozik, amellyel tudnak segíteni az embereknek, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokat tesszük, pláne, hogyha ezt önkéntesként tesszük. És ezért nagyon jó látni, hogy ennyi csapat van, és nagyon jó látni azt, amit képviselő úr Attila is említett, hogy vannak itt gyerekek is. Hiszen, hogyha a fejedelemről beszélünk, második Rákóczi Ferencnek az egyik üzenete is pont a fiatalokhoz szólt. Ő azt mondta, hogy üzenem az utánunk következő gyermek nemzedékeknek Magyarországon, hogy tiszteljék és szeressék hazájukat, és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek. A lelkes fiatalok mellett tapasztalt idősebbek is segítették a csapatmunkát, ezzel is jó példát mutatva a jövő generációjának. Fontos szempont volt a verseny megszervezésekor, hogy a résztvevők ne csak baráti, szakmai kapcsolatokat is tudjanak ápolni. Nagyon fontos egy ilyen versenyen, hogy az emberek találkozzanak egymással, hiszen az élet többször bebizonyította már azt, hogy olyan helyzetek alakulhatnak ki a megyében, amikor a megye teljes összefogására van szükség, sőt olyan helyzet is volt 2017-ben, hogy az egész országnak össze kellett fogni, amikor 5000 épület megsérült ebben a megyében. Ezek a rendezvények azért jók, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületi tagok, a létesítményi tűzoltóságok tagjai, az önkormányzati tűzoltóságok tagjai találkozzanak egymással, barátságot kössenek egymással, hogy amikor a való világban komoly beavatkozáskor találkozzanak, hogy jobban menjen az együttműködés. Elkészülni! Rajt! A versenyen elengedhetetlen volt a megfelelő edzettségi szint, hogy a tömlőt minél hamarabb kihúzzák, a motort könnyen beindítsák, majd stabilan tartva a nagy víznyomású tömlőt pontosan eltalálják a céltábla piros jelzését. A feladatok sikeres végrehajtását pedig akár bukfenccel is lehetett ünnepelni.